Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Táj Televízió híradóját látják, Sajhó Zénó vagyok, főbb témáim néhány mondatban. Tolnai képviselőtestületi ülés, elfogadták az idei költségvetést. Közlekedésbiztonság, bűnmegelőzés, szexhárdi iskolások számára tartottak szakmai napot. Energiatakarékosság világnapja, hogyan takaríthatjuk meg a pénzünket. Jelmezes mulatság, alsósok farsangi bálya Tolnán. Egyhangulag fogadta el Tolna város önkormányzatának képviselőtestülete az idei év legfontosabb napirendi pontját, a költségvetést. A tervezetben szerepel egy majdnem 800 millió forintos tartalék is, ami biztonságossá teszi Tolna működését, legyen szó fejlesztésekről, felújításokról, vagy a település üzemeltetéséről. Városunk fő költségvetésének összege, mérleg fő összege 3,1 milliárd forint lesz, ebből 2,4 milliárdot meghaladó a működési, és közel 700 millió forint a felhalmozási mérleg összegünk. Hát ez a felhalmozás, ez a fejlesztéseket, beruházásokat tartalmazza. Az elmúlt évektől eltérően ezúttal minden sportegyesületnek képes megadni a vezetésekért támogatásokat, amelyek keretösszege 50%-kal több, mint az elmúlt évben volt. A civil szervezetek számára fenntartott keretek 25%-os növekedést tudhatnak magukénak. Mindig van egy folyószámla hitelkerete az önkormányzatunknak, erről idén januárban is döntöttünk, de nem használjuk. Évek óta, hál' Istennek, szerencsére nem kell hitelkerethez hozzányúlni, sőt, tavaly évben is jelentős betétjei voltak az önkormányzatnak. Igyekszünk hónapról hónapra a nem használt likvid pénzeszközöket lekötni. Döntöttek tovább a parkolók létesítéséről, ami a tervek szerint 50-nél is több új helyet jelent, utak kialakításáról és felújításáról, de fontos intézkedések születtek és indulhatnak meg a következőkben a település játszótereit érintő fejlesztések kapcsán is. A fő kritériumok, amiket szeretnénk játszótérfejlesztés tekintetében, növelni az utcabútorok számát, tehát legyenek padok, szemetesek a játszótereinken szülők gyerekek számára, ahol szükséges, ott legyen kerítés, ez akár gépjármű forgalom, akár esetleg kisállatokkal szembeni védelmet tud nyújtani. A Tolna Műzsi Lovas Egyesület támogatásáról is határoztak, ami azért is igen fontos, mert itt rendezik majd meg októberben az országos fogadhajtó bajnokságot, amit egy vármegye 10 évente tehet meg. A Közlekedéstudományi Intézet, a Tolna Vármegyei Polgárőrség és a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság szervezésében bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programon vettek részt a szekszárdi Baka István Általános Iskola felsős diákjai. Van egy főszabály, hogyha beáll a rendőr a kereszteződésben, igazából ha csak áll a kereszteződésben, már maga az is egy forgalomirányítás, mert úgy is lehet irányítani, hogy nem tesszük a kezünket sehova. Különböző állomásokon ismerkedtek meg a rendőrség és a polgárőrség munkájával és eszközeivel a szekszárdi Baka István Általános Iskola tanulói. Van egy bűnmegelőzési, az bent van az aulába, a Buda Bernadett tartja, ő a szekszárdi rendőrkapitányságnak a munkatársa. Van itt mögöttem, ezt én tartom, illetve van egy kollégám Siógárdról, ő tartja a drónost, ő 6 éve repülő drónpilóta. Ott a túloldalon, ott pedig a közlekedés biztonsági előadás folyik. A polgárőrség és a rendőrség már hosszú ideje működik együtt a mindennapi közrend közbiztonság fenntartásában. A megállapodás további lépése, hogy a gyerekek közbiztonságáért is közösen tegyenek. Az eseményen a karos forgalomirányítás működéséről és szabályairól is tájékoztatást kaptak a tanulók. Megmutatta, hogy mikor szabad menni a gyalogos átkelőn, meg autóval, és mutatta, hogy mikor van forgalomváltás. Az egyik állomáson a gyerekek közelebbről megtekintették például a walkie-talkie-t, a hőkamerát és a drónokat is. A hőkamerát azt nemrég szerezték be, a walkie-talkie-kat ugye tudjanak egymással távolról is beszélni, ha nincs is térerő, akkor is. Váradi Balázs úgy fogalmazott, fontos, hogy a diákok közelebbről is megismerkedjenek a rendőrséggel, továbbá a polgárőrség önkéntesen végezhető munkájával. Rövid híreink következnek.
Berendezési tárgyak égtek egy 50 négyzetméter alapterületű lakóépületben Gerjenben. A tűzesethez a paksi és dunaújvárosi hivatásos, továbbá a faddi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett lángokat. A beavatkozó tűzoltóegységek egy gázpalackot is kihoztak az épületből, az ingatlan lakója a lakosságvédelmi intézkedés keretében az ismerőséhez költözött. Teljes terjedelmében égett egy benzinüzemű személyautó március 6-án az éjszakai órákban Bonyhádon egy Vörösmarty téri parkolóban. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és önkéntes lánglovagok vonultak, akik egy vízsugár segítségével oltották el a lángokat. Első kiállítása nyílt meg a Mozaik Alkotó Barátok Társaságának a Mözsi Művelődési Házban. A társulás még új, nemrégiben kezdték csak el ebben a formában a munkát. Nem is annyira munka ez, hiszen amatőr művészekről van szó, inkább önkifejezés és önbeteljesítés a céljuk. A névválasztás is sokat mondó. Mozaik, hiszen ahányan vannak annyi félék, impresszionista tájképektől a realista portrékig terjedt palettájuk. Biztosak lehetünk abban, hogy nem ez volt az utolsó kiállításuk, hiszen a megnyitóra annyian érkeztek, hogy sokuk be sem fért a terembe, ez a tapasztalat pedig bizonyos, hogy újabb löketet és erőt ad számukra. Azok a régi alkotók, akik itt élnek Tolnán és Mözsön, azoknak ma is szükségük lenne egy önképzésre, vagy arra, hogy összejöjjünk és egymás lelkét építsük a festészet tükrébe, vagy a képzőművészet tükrébe. Hát így történt ez a tavaly esztendő augusztusában, amikor összehívtam én pár régi alkotót, és akkor kezdődött a mi életünk újra itt. Március 6-a az energiatakarékosság világnapja. Háztartásunkban odafigyeléssel számos módon megtakaríthatjuk a pénzünket. Magyarországon 2000 óta tartjuk az energiatakarékossági világnapot. A fogyasztás csökkentése nem csak országoknak és különböző szervezeteknek lehet fontos, hanem egyéni szinten is hasznos lehet. Amikor nem tartózkodunk a szobában, akkor lekapcsoljuk a lámpát, fölöslegesen nem használunk semmilyen gépet. Van, aki energiatakarékos égőt használ. Eleve energiatakarékos égőink vannak, és hogyha ezt egyszer felkapcsolt az ember, akkor jobb, ha úgy hagyja, nem lefölkapcsolgatja. A napkollektorok és a napelemek is praktikusak lehetnek az alternatív források kiaknázásában. Azt mondták, hogy nagyon jó, hogy sokkal kevesebbet fizetnek, ilyenek. A fűtés tekintetében is különböző módokon tehetjük gazdaságosabbá háztartásunkat. Úgyhogy mindent, ahol nem megy vezeték, azt a szobát lezárok. Tehát ott a fűtést kikapcsolom, és azt a szobát lezárom. Többen igyekeznek csökkenteni a vízfogyasztást is otthonukban. Ez hozzájárulhat a vízkészletek megőrzéséhez és a környezetvédelméhez is. Megpróbálunk azzal is spórolni a vízzel, úgyhogy azt mindenképpen, amennyire csak lehet, azért minimálisan. Persze, ami szükséges, azért azt azért fogyasszuk. A személyes takarékoskodás nem csak az egyén számára lehet célszerű, hanem a tisztább és zöldebb jövő érdekében is fontos lehet. Rövid híreink következnek. A 2024. február végi adatok szerint a bölcsödei férőhelyek száma Magyarországon megközelíti a 65 ezret, mondta Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A bölcsödék tekintetében az országos lefedettség is folyamatosan javul, ennek köszönhetően 1130 településen, azaz minden harmadikon biztosított az ellátás. Tolnaváros önkormányzata tekintettel a tavaszi kerti munkálatokra rendkívüli zöldjáratot biztosít. A zöld, biológiailag lebomló hulladék elszállítására 2024. március 21-én csütörtökön kerül sor. A kihelyezett zöld hulladékot bármilyen színű és méretű zsákban, illetve kötegelve kévében szállítják el. Budapesten a Box sportcsarnokban rendezték meg Magyarország 2024. évi szenior fedettpályás bajnokságát. Noé Attila, az atlétikai klub Bonyhád sportolója az M40-es korcsoportban először 800 méteren állt rajthoz, ahol 2 perc 16 másodperces új egyéni csúccsal győzedelmeskedett.
400 méteres síkfutásban új egyéni rekorddal ismét aranyérmet szerzett. A versenyző később 1500 méteren is diadalmaskodott, így háromszoros győztesként zárta a napot. Farsangi bált tartottak a Tolnai Lovardában a Vosinski Mór általános iskola alsó tagozatos tanítványai számára. A terem megtelt kalózokkal, boszorkányokkal, lovagokkal, hercegnőkkel és focistákkal is. Március 1-én rendezték meg a Tolnai Kulturális Központban az alsósoknak a télűző mulatságot. Nagyon hagyományos jelleggel tartjuk meg minden farsangkor a telephelyünk, a feladatellátási helyünknek a farsangi báját, amit az ott tanuló 219 kis nebuló nagyon vár. Szerencsére most a betegségek is elkerültek bennünket, már levonult, úgyhogy úgy nézem, hogy nagyon szép számmal jelentek meg az osztályaink, és rettentő sok köszönetet szeretnék tolmácsolni a szülők részére, mert nélkülük ez nem jöhetett volna létre. A legtöbb diák jelmezéhez az aktuális mesefilmek főszereplői adtak inspirációt. Én azért öltöztem Harley Quinnnek, mert nekem nagyon bejön ez a ruha is, meg Harley Quinn is nagyon tetszik. Nem csak a királylány maskara volt közkedvelt, hanem a vámpír is, mert jól lehet vele ijeszgetni. Megvettünk egy ilyen szoknyát, láttam ilyen vámpíros mesét is, meg nem tudom, így jött ez az ötlet, és nem tudom, szerettem volna vámpír lenni. A kisiskolások hagyományosnak számító mulatságát idén először tartották a Tolnai Lovardában, mert a korábbi helyszínen már nem fértek el. Most nézzük Baranya és Somogy vármegye híreit. Kegyetlenül bántok a hajléktalannal, fegyházba kerülhetnek az elkövetők. 3D implantátum Kaposváron is elérhető lesz kutyáknak. Átadták a Lauber Dezső sportcsarnokot Pécsen, korszerűbb lett az intézmény. Még ittasságuk sem menti fel azokat a kegyetlen elkövetőket, akik kiraboltak és megaláztak egy hajléktalant a pécsi belvárosban. A kiszolgáltatott férfi egy munkabaleset miatt fogyatékossággal él, így esélyesen volt a támadóival szemben. Az ügyészség most emelt vádat és fegyházbüntetésre tettek javaslatot. Ez a pécsi Citrom utca, ahol kiraboltak és megaláztak egy hajléktalant. Két gyanúsítottja van az ügynek, ellenük most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A bántalmazott férfi itt a várfal tövében aludt, mikor támadói rátaláltak. A vádirat szerint a két vádlott férfi 2024. január 6-án délutántól kezdődően Pécsett szórakozott, italoztak. Január 7-én hajnalban már ittas állapotban sétáltak a belvárosban, és felfigyeltek a földön alvó, hajléktalan, sértett férfira, akinek a jobb kezén csak a hüvelykújja volt meg, négy másik ujját elveszítette korábban egy munkabalesetben. A fiatalabb vádlott meglökte a sértettet, csövesnek szólította, és számon kérte azzal kapcsolatban, hogy miért a földön alszik. Majd felszólította, hogy adjon nekik pénzt. Ekkor társa is csatlakozott, és veréssel fenyegették, ha nem forgatja ki a zsebeit. A sértett mindenképpen szerette volna megtartani azt a 3000 forintot, amit aznap kéregetésből szerzett, ezért azt mondta a vádlottaknak, hogy nincs pénze. A vádlottak ekkora sértettet szidalmazták, veréssel fenyegették, és felszólították arra, hogy vetközzön le, majd mobiltelefonjukkal videóra vették, ahogy a sértett leveti valamennyi ruhadarabját. Ezeket átkutatták, majd a zsebekből előkerült 3000 forintot és egy öngyújtót eltették, de ez nem volt elég. A megfélemlített sértettet ezek után megalázták. Felszólították arra, hogy táncoljon, illetve hogy egye meg a földön levő madáreleséget, részben úgy, hogy azt a sértetnek a földről kellett megennie, részben pedig úgy, hogy az egyik vádlott összegyűjtötte ezeket a magvakat a tenyerében, és azokat a sértett szájához nyomta. A két vádlott férfi bántalmazta is a hajléktalan sértettet, ököllel többször megütötték és megrúgták őt, ennek következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az elkövetők súlyos büntetésre számíthatnak az ügyben. A két vádlott cselekménye a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablásbüntettének és könnyű testi sértés büntettének a megállapítására alkalmas. A minősített rablás büntetési tétele 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés.
A vádlottak 18 és 26 évesek, a fiatalabb esetében 4 év 10 hónap, míg az idősebb esetében 3 év 10 hónap szabadságvesztést javasol az ügyészség. A büntetést mindkettejüknek fegyházban kellene letölteniük. Ezentúl Kaposváron is elérhető lesz a kutyák számára kifejlesztett 3D-s térd implantátum. A műtéthez egy budapesti cég készít el a CT felvétel alapján lemodellezett egyedi eszközt. Ezzel a technológiával gyorsabbá és biztonságosabbá válik majd a kutyusok patellaficammal kapcsolatos beavatkozása. Most azt vizsgáljuk, hogy a térdkalács normál helyeződésű-e, vagy pedig a bal vagy a jobb oldalra kimozdul. Rutin vizsgálat zajlik az egyik kaposvári állatorvosi rendelőben. A kutyus térde ezúttal rendben van, de egyre gyakrabban találkoznak olyan esetekkel, ahol műtéti beavatkozás szükséges. Az egyik leggyakoribban előforduló probléma az a kutyák esetében előforduló térdkalács ficam, ami a négyfejű combizom egyenes szalagjának incsontjának rendellenes kimozdulása a térd alsó térdkalács árkából, aminek több fokozata van. A harmadik és negyedik fokozat a legsúlyosabb, hiszen a két csont felület folyamatos érintkezése nagy fájdalommal jár. A patella ficam sok esetben a kisebb testű kutyákat érinti, a betegség pedig öröklődhet. A hagyományos műtéti módszer mellett azonban már az úgynevezett 3D technológiával is orvosolhatók az ilyen esetek. A probléma diagnosztizálása a fizikális vizsgálattal kezdődik, illetve röntgenvizsgálatot végzünk. Hogyha a kutyus alkalmas arra, hogy ez a technikára lehetőséget látunk, akkor tovább küldöm kolléganőmnek CT vizsgálatra, amit tovább küldünk Pestre a Limesvet kollégáinak, akik leképezik a CT alapján a kutyus térdét. A Kaposvári Állatgyógyászati Központ egy budapesti 3D technológiával foglalkozó cég segítségével tudja majd az ilyen eseteket gyógyítani. Tálosi László ügyvezető azt mondja, az állatra szabott háromdimenziós implantátumoké a jövő. Az első dolog mindig a mi munkánknak egy alapfeltétele, hogy egy CT vagy MR felvétel készüljön. Ha ezt megkapjuk az állatorvostól, akkor ebből mi háromdimenziós digitális modelleket tudunk készíteni, amivel sokkal jobban tudjuk szemléltetni az adott problémát. Különböző akár színekkel meg tudjuk jelölni azt az adott kérdéses területet, problémás területet, ami egy állatorvosnak fontos lehet. Van, amikor egyébként a háromdimenziós modellen látszik igazán az, hogy mi a probléma, mi a valós probléma, vagy például volt már olyan esetünk, ahol gyakorlatilag a modell segítségével jött rá az orvos arra, hogy tényleg itt még van esetleg egy más probléma is. Az elkészített háromdimenziós implantátum egyfajta szemléltető eszköz is, hiszen az orvos azon túl, hogy elmagyarázza a beavatkozást, meg is tudja mutatni azt a gazdinak. Ez a szolgáltatás eddig csak Budapesten volt elérhető, ezentúl azonban már Kaposváron is tudnak majd segíteni a szakemberek. Igen, sok ilyen beteg jön, ez egy nagyon új technika, és reményeink szerint nagyon sok beteg állatnak fog segíteni, egy jóval kevésbé invazív beavatkozás, mint a korábbi eljárások, és azt reméljük, hogy sokan igénybe fogják tudni venni ezt. Ez a sokkal kevésbé invazív beavatkozás nagyjából másfél órás műtétet eredményez, a kis kedvenc lábadozása pedig nagyjából 6-8 hétre tehető. Elkészült a Lauber Dezső sportcsarnok Pécsen. A kívül-belül megszépült sportlétesítmény lényegesen korszerűbb lett. Többek között az öltözők, a mosdók, a lépcsőház, a folyosók, a lelátó mind megújulásról tanúskodnak. Kívülbelül megszépült a modern kor követelményeinek megfelelő sportlétesítmény. Péterfi Attila polgármester köszöntőjében méltatta a korszerű épületet, a Lauber Dezső sportcsarnokot. A mostani beruházás tehát kettős célt szolgált. Egyrészt megújult maga az épület, ennek műszaki részleteit majd a beszédeket követő bejárások során megnyílnak az önök számára. Én csak annyit emelnék ki, hogy a felújítás eredményeképpen reményeink szerint nagyságrendekkel könnyebben, olcsóbban üzemeltetővé válik maga a sportcsarnok. A sportolók és a látogatók komfortérzete szempontjából talán még ennél sokkal érdekesebb, hogy belülről is megszépült ez a létesítmény.
Fapadok helyett modern ülésekkel, ultramodern kijelzőkkel, kellemes színekkel és megújult padlófelületekkel várja a nézőtér a közönséget. Emellett öltözők, vizes blokkok, büfék, közösségi terek, járdák és parkolóhelyek is megújultak. Összefogás és csapatmunka eredménye a sportcsarnok felújítása. Az energetikai felújítás 2023. júniusában indult el, akkor vette át a munkaterületet a kivitelező, mondta Máté János, a PSN ZRT vezérigazgatója. A járófelületek balesetveszélyesek voltak, 1500 négyzetméter vinilburkolat, új vinilburkolat került a lelátó és a lelátó közlekedő felületeire. Gyakorlatilag nagyon-nagyon fontos ide tartozó, hogy az eredményjelző is már időközönként veszélyeztette a sportesemények megrendezését. Elavult volt, problémás volt, és a Kosabda Szövetség segítségével az egyik itt szereplő sportszervezet, a Férfi Kosabda Csapatot működtető Kft. TAO pályázatából gyönyörű új modern eredményjelzőket helyezhettünk föl. Nagyon fontos, megjegyezném, hogyha mondtam a Kosabda Szövetséget, hogy a Kézilabda Szövetség által biztosított TAO is a források közé tartozik, ami minden egyéb, amit az előbb elmondtam, fedezetét biztosította. Magáncégek is beszálltak a támogatásba. A város és a PSN ZRT saját bevételére is szükség volt, hogy a 180 milliós belső fejlesztést megvalósíthassák, tette hozzá a vezérigazgató. Az országos felújítási lehetőségekről, helyzetről Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára beszélt. Van a felújítások, a létesítmények felújítása, a parkettacsere, az ingatlanok komfortfokozatának a növelése, öltözők felújítása, illetve hát a tavalyi energiaválságnak köszönhetően az energetikai felújítások és beruházások kerültek napirendre. Számos tornaterem, illetve sportcsarnok vonatkozásában merült fel az, hogy az elavult energetikai rendszert, ami a hosszú távú üzemeltetés rendkívül nehézzé, illetve veszteségesé teszi, azt korszerűre cseréljék. Jelenleg a sportágunkban azzal küzdünk, hogy hogyan tudunk minél több ilyen sportcsarnokhoz, illetve tornateremhez megfelelő segítséget nyújtani. A Lauber Dezső sportcsarnokban további javítások még hátra vannak. A parketta felújítása és a fabrukolat, ha sikerrel jár a Kézilabda Szövetséggel közösen a TAO-hoz beadott pályázat, akkor ősszel, de legkésőbb egy év múlva sor kerülhet ezekre a munkákra is, hangsúlyozta Máté János, a PSN ZRT vezérigazgatója. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Tolnai képviselőtestületi ülés elfogadták az idei költségvetést. Közlekedésbiztonság, bűnmegelőzés, szexuális iskolások számára tartottak szakmai napot. Energiatakarékosság világnapja, hogyan takaríthatjuk meg a pénzünket? Jelmezes mulatság, alsósok farsangi bája Tolnán. Csütörtökön nagyobb részt erősen felhőség lesz jellemző. A felhőzetből szorványosan kialakulnak futózáporok is, de tartós jelentős mennyiségű eső nem valószínű. Tovább csökken a hőmérséklet. A maximum hőmérséklet helyenként 1-2 fokkal az évszakos átlagnál is hűvösebb lehet. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!